Na kérném szépen, hát a hét, mit hét? Az év kérdése, hogy mi történik akkor, ha egy 24 éves srác és egy 39 éves nő találkozásából szerelem szövődik. És mit szólnak vajon a családtagok és a barátok mindehez? A Korhatáros Szerelem című vadonatúj romantikus vígjáték sorozatból bizony minden kiderül. Vendégünk Dobó Kata és Fenyő Iván, jó akik reggel, természetesen szerepelnek a sorozatban. Jó reggel, sziasztok! Na milyen volt a meló? Mert mindenki, aki bejött eddig, az azt mondta, hogy hát jó, nagyon sokat kellett dolgozni, és tényleg, hogy ez más volt, mint egy nagy film, mert sokkal többet kellett teljesíteni. Nektek milyen a hangulatotok így a munkával kapcsolatban? Hát tudom, hogy beszéltetek Patriciával, meg igen, Tamással, ők azért nagyon sokat dolgoztak, aha, ebben ők a két főszereplő, ugye, igen, tehát hogy nekünk azért egy kicsit szellősebb volt, az tény is valahogy, amikor forgatási napjaink voltak, akkor azért az, amit elhangzott többször is, hogy én 10-12 hasznos percet vettünk fel, ami nagyon igen, sok, a szövegbe is nagyon sok. Az ember próbál a forgatás előtt előre tanulni, de aztán egy idő után már nem lehet előre tanulni, tehát hogy az agynak rá kell állni, aha, arra, hogy ez egy aznapra hasznos információ, és utána már ki is kell söpörni, igen, mert hogy nem nagyon lehet tartogatni. De meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy csodálatos csapat volt. Tehát, hogy mi a jéghegy csúcsa vagyunk, akik látszódunk a vásznon, vagy hát a televízióban, de hát azért ott volt két csodálatos rendező, Honyi Gábor és Sós Péter, ott volt Seregi, aki az operatőr, aki nélkül ez az egész tényleg úgy, ahogy látszódik, nem jöhetett volna létre. Elképesztő munkát végzett a világító csapat. Igen, szóval, hogy mindenki nagyon, rendes dolog, hogy ezt így megemlíted, mert nyilván nagyon sokan dolgoznak ebben. Egy picit beszéljük akkor a filmről, jó, hogy mi a szerepetek a sorozatban? Tényleg egy olyan srácot, vagy embert játszom, akinek az a neve, úgy mondják a háta mögött, hogy Bőgős Bandi, és fölhívtak, hogy figyelj Iván, mindjárt lesz egy sorozat, van egy baromi jó szerep. Leszel a Bőgős Bandi. Neked találtunk ki, és tényleg itt abszolút rád illik, figyelj, egy ilyen tök jól kinéz, jó csávó, tök jó, és de egyébként ilyen halál lúzer, mindig sír a nőknél, és mindenki azt mondja, hogy jaj, hagyjuk már, mindenki unja, Bőgős Bandi jön, nyavajog, sír, és akkor rád gondoltunk. És akkor azt mondom, hogy köszönöm, erre váltam, erre a szerepre váltam. És akkor gondolkodtam tényleg azon, hogy ez most tényleg, hogy ez én rám gondoltatok erre, és akkor gondolkodtam, hogy tényleg ilyet még... De meg visszakérdeztél, hogy de miért? Volt mindenféle, de utána elkezdtem beleolvasni, mondtam, hogy küldjétek át nyilván a forgatókönyvet, és olyan jó vígjátéki szerep ez, amit játszom, tehát ez mondjuk nagyon hálás szerep, mert tényleg egy csávó, aki ilyen üzletemben, nem tudom, elkezd bőgni a nők előtt, és mindenki mondja, hogy jaj, a Bőgős Bandi, hagyjuk már, menjünk már innen, és ő pedig így jön, mint egy húzer. Az nagyon vicces, és volt is egy olyan jelenet, amikor így nevettünk, tudod? Hát nagyon sokat nevettünk. Tehát ez egy jó szerep, jól lehetett benne nekem lubickolni, és tényleg egy olyan oldalamat tudom például én ebben megmutatni, amilyet még nem mutattam, kitaláltam, amikor fessük be kicsit szőkére a hajam, legyen egy kis ilyen piperkőc bajuszom, legyen egy kis ilyen... Igen, arra emlékszem, igen. Ez egy lubickolás volt nekem. Ellenben Kata, a te szerepet sokkal parancsolóbb, határozott. De ellenben lubickolós az is. Lubickolós? Semmi közöm hozzá, illetve, hogy hát semmi közöm, ezt szeretjük mondani, hogy semmi közünk, hát van belőlem persze benne Júliában, de... Hú, hát nem szeretnék vele nagyon sokat egy asztalnál ülni egy vacsorán. Mert színészileg egy ilyen kedves kis teremtés, vagy akkor a sorozatból? Nem túl kedves. Tehát, hogy az a... De Sereg Zolit is meg kell említenem, mert nélküle az én karakterem az nem lenne teljes. Tehát, hogy őtőle leszek fogadható, vagy hogy is mondjam, olyan érthető tulajdonképpen. Aha. Mert hogyha ő nincs, aki nem egészít ki engem, mint férj, olyan cukin tudja mondani azt, hogy Júli, mert Júlia ugye a nevem, hogy Júlia a becenevem otthon a családban, mi ketten alkotunk egy családot, szűk családot, de hogy nélküle azért ez nem lett volna. Milyen érdekes, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy van két színész, akik mondjuk már játszottak együtt mondjuk a Szabadság szerelemben, igen, és ott is azt gondolnák az ember, hogy ez az ember, meg ez az ember, mondjuk ezt játsszák, ilyenek együtt. Aha. És most pedig eszünkbe se jutott ott akkor nekünk színészeknek, hogy már játszottunk egy másik filmben, mert teljesen más karakter vagyok én is itt, teljesen más karakter ő is itt, megint találkoztunk, és megint olyan jó volt, nagyon jó volt játszani, és tök más a viszony, nagyon izgalmas, és jó jeleneteink vannak. Kata, az életedhez, a saját életeddel semmiféle párhuzam nincs? A karaktered és az igazi Dobó Kata között, tehát hogy látsz valamit? Szeretem a rendszert az életemben, az biztos, meg elég pedáns vagyok, tehát nem vagyok az a nagyon spontán valaki, bármennyire is talán lehet, hogy úgy tűnik, vagy nem tudom, tehát hogy nem azt mondom, hogy 5 éves tervek vannak, de hogy szeretem tudni, hogy ezen a héten mi fog történni. De hogy semmiképpen. Nekem erre azt mondják, én is évek, hogy kocka vagyok. Hát csak mondom, akkor te is az vagy. Kocka? Hát igen, azt mondják. Nem mondanám egyikötökről sem. Tudom, azért mondtam, hogy én is visszautasítom, de azért szeretem, hogyha úgy tudom a dolgokat. De szeretnék olyan bátran őszinte lenni sokszor, sok helyzetben, mint amilyen ő, az nem vagyok. Szóval, hogy azért mi már máshogy szocializálódtunk, vagy nem tudom, szóval, hogy félünk kimondani bizonyos helyzetekben. Na hát Júlia nem fél egyáltalán. Mondjuk ebben a filmben azért van egy szitu, azért ugye, ami a vezérfonal, hogy azért mégiscsak van egy kódkülönbség, ebbe beleszólni, ne szólni, ki mit mond. Neked volt már olyan, Kata, akkor folytassuk ezt a szállat, hogy az életedben történt valami olyan, ami által neked úgy érezted, hogy bele kell szólnod valakinek az életébe, vagy a te életedbe szóltak bele, tehát valami ilyesmi? Hát ez attól is függ, hogy az emberhez mennyire áll közel. Meg hogy ehhez te hogy viszonyulsz, tehát hogy engeded-e, megteszed-e, hát megléped-e? Én a szerelemben azt gondolom, hogy ez, hogy itt nincs korhatár, vagy nem tudom. Tehát, hogyha azt látom egy adott esetben egy barátnőmön, hogy ő boldog, akkor tök jó, akkor legyen úgy. Segítesz neki? Tehát egy picit azért belefolysz? Adsz tanácsot? Hogyha kéri. Aha, csak nem akkor. Na igen, tehát hogy... Te, mivel? Hozzám is feletéve ez a kérdés. Ez anyám, igen. Kaptál egy kis időt. Én azt gondolom, hogy nekem nem kérdezték meg még, tehát nem szóltak így bele az életembe. Mondjuk nem is volt olyan, hogy nagyon nagy korkülönbség van köztem és egy nő között. Nekem olyan volt, most is olyan van, most is a barátnőmmel, meg az előzővel, hogy 10-11 év, az szerintem nekem hát teljesen normális. Én normálisnak gondolom, a barátaim közeliek se szóltak semmibe bele, és ezért, hogy mondjuk túl nagy a korkülönbség, ezért én biztos, hogy nem szólnék senkinek az életébe bele, tehát talán amúgy sem. Jó, szívesen folytatnám még veletek ezt, mert igazából most kezdtünk csipegetni érdekes témákat, de hát ennyi időnk jutott a filmet. Oké, jó, rendben. És nagyon köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük.